A Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyőrei több mint 5 kg kábítószert találtak egy postai küldeményben. Az Észak-Budapesti Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság munkatársai a postaforgalmi szolgálati helyen megvizsgáltak egy Kínából érkező küldeményt. A kábítószer kereső kutya a csomagra pozitív jelzést adott, így azt a pénzügyőrök felbontották, és több mint 5 kg fehér port találtak benne. A kábítószer teszt a port det gyanús anyagként azonosította. A det az lsd hasonló hatású, hallucinációkat, mozgászavarokat okozó pszichotróp anyag. Az igazgatóság munkatársai a csomagot lefoglalták, és visszaérés kábítószerrel bűncselekmény elkövetésének alapos gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen feljelentést tettek. A postaforgalmi szolgálati helyen ebben az évben eddig 22 alkalommal több mint 30 kg kábítószergyanús anyagot foglaltak le a NAV pénzügyűrei.